Köszöntöm nézőinket! Jövő év január 1-től már csak a cégkapun keresztül intézhetik a vállalkozások az adóügyeiket. Erről a változásról beszélgetünk Barlai Krisztinával, a NAV Baranya megyei sajtóreferensével. Jó napot kívánok! Köszöntöm a nézőket! Miért fontos ez a változás a cégek számára? Azért fontos, mert az eddig használt ügyfélkapu helyett 2019. január 1-től már csak a cégkapunk keresztül tudják az adóügyeket intézni. Ebben az évben még a szokott formában megtehetik az ügyfélkapunk keresztül, de nagyon fontos, hogy december 31-ig a cégkapus regisztráció megtörténjen. Hogyan lehet regisztrálni, illetve hol? A cégkapu.gov.hu oldalon lehet regisztrálni. Ennek a menetének a főbb lépései, tehát be kell lépni a rendszerbe, a vállalkozásnak a képviselője tudja ezt megtenni, ki kell választani a gazdálkodó szervezetnek a szervezeti formáját, meg kell adni az adatokat. Ezeket az adatokat a rendszer leellenőrzi, majd küld egy elektronikus, hitelesített aláírással ellátott visszaigazolást arról, hogy a regisztráció megtörtént. Mennyiben hasonlít a cégkapu az ügyfélkapura? Vannak-e átfedések, vagy teljesen egy új rendszert kell megtanulni? Hasonló logikára épül, tehát a letöltések és a feltöltések ugyanúgy történnek, magának a tárhelynek a használata is azonos. A cégkapun belül jogosultságokat lehet beállítani, illetve magának a cégkapunak a használatát is a felhasználó fogja beállítani. Ha valakinek nem megy a regisztráció, nem megy olyan könnyen ez az átállás, ő hova fordulhat, illetve esetleg kicsúszik a határidőből, ő mire számíthat? A határidőből nem szabad kicsúszni, tehát ez a január 1-i dátum, ez egy nagyon fontos dátum, tehát december 31-ig meg kell, hogy legyen a regisztráció. Hogyha bármi probléma van, akkor a cégkapu.gov.hu oldalon van teljes tájékoztató, tehát azt érdemes elolvasni, illetve hogyha olyan jellegű probléma van, akkor az adóhivatal bármelyik ügyfélszolgálatán is tudnak segíteni, illetve a 18-19-es infovonalon is. Azt szokták mondani, hogy vállalkozások, illetve vállalkozásoknak kell, hogy cégkaput igénybe vegyék, de lehet, hogy ez félreérti valaki, mert hát a egyéni vállalkozás is egy vállalkozás, viszont rájuk is vonatkozik a cégkapu? Nem, ők továbbra is az ügyfélkaput tudják használni, az új neve a központi ügyfélregisztrációs nyilvántartás, tehát ezen a felületen tudják továbbra is intézni az ügyeiket. Ehhez egy ügyfélkapus regisztráció szükséges, vagy pedig egy tárhely használattal kiegészített elektronikus személyigazolvány. Hol kérhető tájékoztatás az új rendszerről? A magán a cégkapus oldalon kívül, ugye bármelyik ügyfélszolgálaton, illetve az infovonalon is kérhető tájékoztatás. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!